több drága érvek. Nem menjünk való. Napjárt sorrend, amit mindent határozok, és ezért most ismertetni fogok.
Először az ország többi részéről érkezett középiskolások szeretnének egy rövid beszámolót tartani az ottani helyzetről, majd az itteni hát szervező középiskolás gyárnak egy képviselője mondaná egy rövid összefoglalót arról, hogy hogyan is jutottunk idáig. És ezután elkezdődik beszélni a saját pontjaik megbeszéléséről, megtervezéséről és megfogalmazásáról. Ez mindenkinek megfelel? Fantasztikus. Akkor kezdjük is el. Először szeretném megkérni a pécsi képviseletet, hogy jöjjön el és tartsa meg a beszédét. Darami Anna vagyok a Bécsi Jövei Pára Gimnáziumból, és elsősorban szeretném nagyon megköszönni a szervezőknek a munkáját, és hogy így lehetünk azon a napon közösen, mint középiskolások. Először röviden felvázolnám, hogy mi minden történt Pécsen december óta, és ezek közül is kiemeltem a középiskolások a téli eseményekről. December 11-én tartottuk az első fórumot Pécsen, az egyetemen. Itt is nagy számú volt a középiskolás jelenlét, és itt kezdett el kialakulni a pécsi együttműködés az oktatási reformára való tiltakozásképpen. December 13-án városszerte nagyszabású lősztrájkba kezdtek a középiskolások. A Lővei Gimnázium, a Babics Gimnázium, a Széchenyi Gimnázium, a Janusz és egyébként sok más iskolában tartották meg ezt a rendezvényt nagy sikerrel, ez nagy sajtónyilvánosságot is kapott. Én a Lőveiben voltam ott személyesen, erre vannak tapasztalataim. Nagyon jó volt látni, ahogy körülbelül 400 diák ült össze a díszteremben, mindenki hozzászólt, kifejtette a véleményét, és nagyon kultúrált keretek között zajlott ez le, és nagyon hatékony volt. Ennek a napnak a délutánján középiskolások által szervezett tüntetésen vettünk részt, itt is több mint 500-an voltunk, és a középiskolások mellett képviseltük magukat az egyetemisták, a tanárok és az oktatók is, aminek nagyon örültünk. December 17-én a Janusz Gimnáziumban került sor a pécsi középiskolások első fórumára, ahol a városszerte gyűltek össze a középiskolások. Így került kidolgozásra egy 10 pontos terv, ez a középiskolások 10 pontja volt. Ezután ismét tüntetésen vettünk részt. Hallgatókkal együtt, az oktatókkal együtt itt szólalt fel először a Pécsi Egyetem rektora is, aki támogatta a diák megmozdulásokat. December 18-a volt egy nagyon fontos esemény Pécsen. Ekkor a középiskolások és az egyetemi polgárság megtartotta első közös fórumát. Ennek az lett az eredménye, hogy a középiskolások által megfogalmazott 10 pontot kiegészítve, átdolgozva, megszavazva és nagyon hosszan átbeszélve, kialakult egy 13 pont, ami mögé odaállt a középiskolás diákság, az oktatók, a tanárok és az egyetemisták közössége. Ezeket a pontokat december 20-án közöltük. Január 8-án a Folytatjuk címmel tartottunk ismét közös fórumot, ezen munkacsoportokat alakítottunk, amelyek közül talán az itt jelenlévőket legjobban érdekelheti a középiskolások bevonásában foglalkozó munkacsoport. Ebben tanárok, diákok, hallgatók, oktatók is szerepet kaptak, és a munkacsoport elfogadott egy cselekvési tervet, aminek nagy része már megvalósul. Ennek fontos elemét képezi, hogy mára a pécsi középiskoláknak a 95%-ában sikerült kiépíteni sejteket, a középiskolás összefogás sejteit. Ezek mind volt csak három. Ez valóban egy nagyobb eredmény, mindenkivel feltettük a kapcsolatot, és most csak 3-4 ember is, de aktívan foglalkozik az ügyel. Ezen kívül a hallgatók is megkeresték az iskolai igazgatókat, hogy együttműködést propagáljanak nálunk, és ezek is sikerrel jártak. Az iskolai igazgatók többsége, így is legalább 80%-kal beszéltük, támogatja a diákok ügyét, és segít nekik a fellépésben. Ezen kívül szeretném még elmondani még egyet,
iskolákban. Január 22-én lesz a következő fórumunk, itt is egységesen fognak részt venni a közoktatásban és társadalmatban érintett szereplők. Szeretném kihangsúlyozni, hogy Pécsen szerencsére kialakult az egység, amire én nem gondoltam, hogy ilyen mértékben megvalósulhat, de valóban megtörtént az, hogy összefogtak a diákok, a hallgatók, az oktatók és a középiskolai és általános iskolai tanárok is. Fontos eleme ennek, hogy folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a pedagógus-pedagógus szakszervezetével, velük is egyeztetünk folyamatosan, és szeretném még elmondani saját gondolataimat röviden erről. Ez az egység szerintem egyrészt nagyon fontos praktikus jelentőség, mindenki hallhatja a hangját, másrészt viszont van egy olyan szimbolikus jelentősége is, hogy mivel az oktatás szereplői együtt lépnek fel, ezért ők pontosan azt a rendszert tudják követelni, amit a kormány jelenleg megtagadt tőlük, nem hajlandók abban gondolkodni, hogy egyszerre felmerülő problémákra komplex válaszokat adjanak. Úgy gondolom, hogy ez az összefogási forma tökéletesen alkalmas arra, hogy átfogó reformokat követeljük. Igen, és a megoldás keresésre örülök neki, hogy ez a fórum is kialakult, egy újabb lehetőség, és mi vagyunk a jövő, és az összefogás a jövő. Köszönöm szépen! És most szeretném megkérni Szegedről Remény Dániel, hogy mondja az ő kis beszámolóját és a kicsit. Tisztelt egybegyűltek, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Mondanám, de sajnos manapság ez a megszólítás már új értelmet nyert. Ebben az országban a miniszterelnök úr a saját szavazóit köszönti így, hiszen a kormányzat számára csak az a barát, aki velük ért egyet. Én inkább a sorstársak szót használnám, hiszen ahogy az előzetes egyeztetéseken kiderült, mi nem értünk mindenben egyet, sőt, én például, aki a DEF-ből csatlakozott ebbe az összefogásba, eleinte még kicsit más véleményen voltam, mint akik más körökből érkeztek. Azóta viszont rájöttem arra, hogy pont ez lesz minket igazi harcosokká, hogy érvelünk, vitatkozunk, és néha pedig hajlandóan vagyok saját magunkból is feladni egy picit. Erről fog szólni ez a mai nap is, és ez az, ami szerintem a legnagyobb kihívás lesz mindenki számára, és ez az, amiben ez a kormány már réges-régen csődöt mondott. Ők nem tudják azt, amire itt a 17-18 éves suhancok rájöttek, hogy az igazi erő az összefogásban, és nem a saját igazok ismételgetésében rejlik. Szegedről érkeztem ide a társaimmal, arról a Szegedről, ahol annól ez az egész tüntetés sorozatúval elkezdődött, három tanár és egy mendiákkal foglaltuk el a megyei kormány hivatalfőnök szintjét. Ezután persze számos más tiltakozás kezdődött Szegeden is. A legnagyobb megmozduláson nálunk 2000-en vettek részt, melyen az egyetem rektora és több karvezető is részt vett. Azóta számos más tiltakozó akció is indult, nálunk például a Miért Hallgatók Széngyűjtés szervezet, hogy ezzel is az ellehetetlenített felsőoktatásra hívják fel a figyelmet a szénszünetben. A DEFI szervezett egy Csöndhangja című tüntetést, ahol számos középiskola diákjai álltak ki 10 percig néma csöndben a hidegben iskolájuk elé. Most jött el annak az ideje, hogy mi középiskolások egységesen emeljük fel hangunkat a változások ellen, és hogy békésen, demokratikusan, de mégiscsak határozottan mondjuk ki, hogy elég volt. Nem akarunk egyenfalván, egyenruhában masírozva, egyeniskolákba járni, ahol egyen tanárok várnak egyen könyvekkel, amely bennünk csak egyen gondolatokat szülnek. Egy jó barátommal írtunk egy verset a középső fiák ellenállókhoz, ebből idéznék most egy kicsit. Társadként mondom bajtás, ez a baj kortárs, és az egyetlen, ki ellene tehet,
hogy a prediktatúra, és nem a nép vezet, a fiatal egység. Ez a kormány betegség. És ha ez ellen tenni próbálunk, akkor megkapjuk, hogy mi hozzá nem értő, felhelgett csőcselék vagyunk, akiknek iskolába kellene lenniük ahelyett, hogy a nagyobb dolgával foglalkoznának. De kérdem én, hogyha úgy éreznénk, hogy van értelme a jövőnkért tanulva, most otthon a tankönyvek fölött görjedni, akkor miért érkezett most ide az ország minden pontjáról ennyi diák szombat délután, tanítási időn kívül? Vannak a jók, és vagyunk mi, a nem barátok, a rosszak. De még így is, de hát hogyha így is van, hát akad számotokra egy jó hírem, nem minden mese végződik úgy, hogy a jó nyer. Hajrá mindenki, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm szépen, és most pedig a Nyíregyházi képviseletet szeretném kérni, hogy számoljon be. Nem Nyíregyházi, bocsánat, ne haragudjatok, Miskolc, az Jóisten dolgát, tehát Miskolc képviseletet. Köszönöm azt, hogy remélem, hogy Nyíregyháza helyett Miskolc is erről jól lesz nektek, igyekszem, köszönöm. Először is szeretnék bemutatkozni, Valcsak Petra vagyok, a Miskolci Kardesimenti Gimnázium 21. osztályos tanulója. Északról jöttem, mert Nyíregyházáról jön Miskolcról, és nem írtam fel a gondolatnémat, de remélem, hogy megbocsájtatok nekem. Szeretnék beszámolni röviden a miskolci helyzetről és a miskolci programokról. Én a Kriszinetben megalapítottam a Miskolci Hallgatói Hálózatot, amely hát számomra egy elég nehéz feladat volt, ugyanis soha életemben nem csináltam még ilyen ehhez hasonló dolgot, és soha életemben nem ismertem meg egyszerre ennyi embert, de jövőre meg is jegyezte, hogy hát Petra sose volt még egyszerre 100 ismerős így Facebookon. Hát igen, és akkor ijedtem meg, amikor egy hallgatói hálózatos Pestről megkeresett Havani Kita Vladimirovics, és azt hittem, hogy az orosz mafia. Pedig akkor még csak a tervezés elején voltam. Komolyan fordítva a szót, Miskolcról annyit kell tudnom, hogy a gimnáziumban sikerült összehozni egy rendkívüli iskolagyűlést, amelyen elsősorban egy széleskörű tájékoztatást nyújtottunk az alsóbíróságnak, illetve szerettük volna egy kicsit búzdítani a végzős évfolyamot. Ez úgy hiszem, hogy sikerült, hiszen a sajtóban is elég nagy visszhangja volt, remélem emlékeztek, még volt a sáros ötlet. Amit vissza is hallottam, hogy pár egyetemista magáinknak tett, hát ez személyes voltnak veszem, köszönöm szépen. Sajnos akciótól eltekintve úgy érzem, hogy a tájékoztatás lenne nekünk is itt elsősorban az első feladatunk. Miskolcon hasonlóképpen a Berzovici gimnáziumban jött létre egy ősztrájk, ami szintén nagyon nagy eredményt ért el, úgy gondolom, de a legfőbb probléma az, hogy a diákok, illetve a középiskolások azt hiszik, hogy attól, hogy mi még gimnazisták vagyunk, talán nem érhetünk el annyi és olyan mértékű dolgot, mint az egyetemi hallgatók. De úgy érzem, hogy ez ma megváltozhat, mert ugye egyezett vagyunk itt, úgyhogy ezért tenni szeretnénk. Továbbra is a miskolci helyzetről annyit tudnék elmondani, hogy folyamatosan készítünk reklámanyagokat, illetve buzdítjuk a miskolci diákokat, hogy csatlakozzanak a miskolci hallgatói hálózathoz, amely folyamatosan tervez újabb-újabb megmozdulásokat. A következő programunk az egy február 18-i közös fórum a tanárokkal, illetve egyetemistákkal és hallgatókkal, valamint középiskolásokkal. Remélem, hogy ez egy kicsit majd javítja a helyzetet, mert úgy látom, hogy Miskolc egy kicsit alszik éjszakon. Nem tudom, hogy ez a jeges medvék miatt van, vagy én nem tudom, de úgy érzem, hogy egy kicsit egyedül vagyok a jégen, és szeretném, hogyha ez a fórum hozzájárulna ahhoz, hogy a Miskolcon is létrejön egy olyan fórum, mint amit most van. És hogyha bármiféle Miskolc ismerősök van, aki nem Nyíregyházi, hanem Miskolci, akkor küldjétek hozzám Valcsak Petra, Miskolc Földesmenet Gimnázium. Köszönöm.
földrajzi kérdéseket pontosabban intézni a fejemben, ne haragudjatok. Tehát akkor meghallgattuk az összes nagyvárosi beszámolót, hogyha egészen biztos, nem vagyok annyira biztos magamban. És most pedig az itt Pesten mozgolódó kis maroknyi független gimnazistának a szócsövét szeretném ide szólítani, hogy mondja el a kis beszédét és a beszámolóját, hogy hol is tartunk most itt. Üdvözlök minden kedves megjelentet, elsősorban titeket, középiskolásokat, a meghívott szervezetek képviselőit és a sajtómunkatársait. A nevem Pirót Kinga. Engem kértek fel, hogy foglaljam össze pontosan még ezen fórum előzményeit. De mielőtt ezt megtenném, szeretném megköszönni mindannyiunk nevében a Baross Kollégiumnak, hogy most itt lehetünk. Továbbá minden szervezetnek és hálózatnak az eddigi támogatást, segítséget. A következőkben igyekszem tárgyalagos lenni és lényegre türelően megfogalmazni az eddigi eseményeket. Elsőként december 17-én öltözte egy középiskolásokból álló kis fórum. Ez volt gyakorlati szempontból az első lehetősége sok középiskolásnak, hogy együtt elkezdjenek szervezkedni. A következő hasonló alkalomra egészen december 29-éig kellett várni. Ekkor a kis fórum nagyobb előrelépéseket tett, úgy mint a már létező középiskolai szervezetek bevonása ebbe a csoportba, konkrét célok, követelések megfogalmazása, és döntöttünk ezen fórum struktúrájáról is. Ezen a fórumon alakult három munkacsoport is, a propagandáért felelős, mely a szóróanyagokat készítette, a pontokért felelős, mely a hallgatók 6 pontján túli közoktatást érintő problémákat fogalmazta meg, és a kapcsolattartó munkacsoport. A harmadik alkalomra már ebben az évben került sor, január 9-én. Ezen a fórumon jelezték a középiskolai szervezetek, hogy mindenben támogatnak bennünket. Továbbá, ezen a napon meghívást kaptunk egy kerekasztal beszélgetésre, mely szervezeteket és hálózatokat foglal össze, amire az első gyűlés január 10-én került sor. Ezáltal egyeztetések indultak a köz- és felsőoktatásban érintett szerveződések között. Ezen csoportok képviselőit meghívtuk a mai alkalomra is. Legutóbb, január 14-én ült össze a kis fórum. Gyakorlatilag ekkor indult el a mai fórum megszervezése is. Ekkor jött létre a negyedik munkacsoportunk is, a kommunikációs, mely a média kapcsolatokért felelős. Január 17-én ismét összeült a kerekasztal beszélgetés, ahol értesülhettünk arról, hogy azon a bizonyos 16 szakon is indul államilag támogatott képzés. Mik a céljaink? Amint hallhattátok a fenti kronológiából, nem egy régóta működő csoportról van szó. Azonban alapvető célunknak tekintjük, hogy egy középiskolai közösséget létrehozzunk. Ehhez szükséges feltenni azokat a kérdéseket, hogy szeretnétek-e ti is létrehozni egy olyan középiskolákat összefogó szervezetet, mely szükség esetén gyors kommunikációval értesíteni tud mindenkit megmozdulásokról. Szeretnétek-e, ha ezek után nem a fejetek fölött döntenének a jövőtökről? Egyszerűen fogalmazva, szeretnétek-e itt és most létrehozni egy középiskolai közösséget? A következőkben elsőként meghallgatjuk a Pécsiek 13 pontját, majd mi is az általunk megfogalmazott pontokat előadjuk, és ezeken a pontokon keresztül megpróbáljuk megvilágítani azt, hogy miért is érezzük úgy, hogy jelen pillanatban Magyarországon az oktatás úgy sok sebből vérzik. Köszönöm szépen a figyelmet!
akkor nagyon, nagyon sok kéz volt a magasban, de szavazzuk meg, mert úgy a biztos. Létrehozzuk el a középiskolai hálózatot. Aki igennel voksol, azt tegye fel, legyen szíves a kezét, egy kicsit gyakoroljuk a szavazás formáit. Nagyon jó, hogy ezt igennek vettem. Fantasztikus, akkor ennek szellemében jöjjenek a pécsiek a pontjaikkal. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy elmondhatjuk ezt is az előzőeken kívül. Előjáróban annyit még egyszer, hogy ez a középiskolások tízpontjából alakult ez a 13-ban, és azon igyekeztünk, hogy olyan alapvető, hosszú távra szóló és a racionalitás szem előtt tartó elveket írunk le ezekben, amiket nem lehet látszat intézkedésekkel félre söpörni. Akkor igen, és annyit fűznék hozzá, én amúgy Aradi Hangó vagyok, szintén középiskolai szervező, és annyit fűznék hozzá, hogy ez a 13 ponthoz egy nagyon fontos online akción fűződik, mégpedig az, hogy a pécsi hallgatói hálózat évben ez a 13 pont, ez ki lett posztolva Orbán Viktornak a Facebook oldalára, és több mint 5000 ember lájkolta a két hét alatt. Szellemi, gazdasági és szervezeti autonómiáját. Követeljük a forráskivonások azonnali leállítását és az eddigi elvonások kompenzálását. Az állam garantálja a minőségi felsőoktatás működéséhez szükséges folyamatos és átlátható finanszírozást. A felsőoktatási rendszerének egyik elemét képezheti egy a szakértők és érdekképviseletek bevonásával kialakított méltányos tandíjrendszer, de ehhez szociális és teljesítmény alapú ösztöndíjrendszer kidolgozását követeljük. Ellenezzük a hallgatói szerződés jelenlegi formáját, mivel az EU szabad munkaerő áramlását biztosító alapelvével szemben áll. A kormány ne a hallgatói szerződéssel, hanem vonzó munkalehetőségekkel és európai színvonalú körülmények biztosításával tartsa itthon a fiatalokat. A felsőoktatásban történő változtatásokat felmenő rendszerben kell bevezetni. A diákoknak törvényben foglalt joga legyen, hogy középiskolába kerülésükkor ismerhessék a majdani felsőfokú képzésükre vonatkozó feltételeket. Az államnak támogatott képzésbe való besorolás továbbra is az érettségi eredmények alapján működjön, de a második fél évtől legyen lehetőség arra, hogy fél évenként, évfolyamonként és szakonként változó az önköltséges, illetve az államnak támogatott tanulóköre a tanulmány eredmény alapján ezzel motiválva a diákokat tanulásra a minőségi felsőoktatás érdekében. Tiltakozunk a támogatott egyetemi félhelyek önkényes, központi szétosztása ellen. Az államnak nem csak pénzben mérhető gazdasági hasznot hozó állampolgárokra van szüksége. A szociálisan hátrányos helyzetű diákoknak biztosítani kell az egyetemekre való bejutás lehetőségét, valamint az egyetem sikeres elvégzésének feltételeit. A speciális képzésmódot igénylő, valamint hátrányos helyzetű diákok oktatási intézményeitől nem vonják el a támogatásokat, illetve az eddigi elvonásokat kompenzálják. Szükség van a szakmunkás képzés nyugati mintára történő átalakítására, perspektívára a szakmunkás népben, hogy az reális alternatíva legyen a főiskolai és egyetemi képzésnek. A minőségi, köz- és felsőoktatás érdekében követeljük a tanárok és oktatók korrekt bérezését, a megfelelő munkakörülmények biztosítását.
Követeljük a 21. század munkaerőpiaci sajátosságait figyelmen ülő, életpályatervezést és pályaválasztást érdemben segítő támogató közép- és felsőfokú oktatást. Mindezeket a demokratikus alapelvek, az esélyegyenlőség, a tudáshoz való hozzáférés szabadsága és a társadalmi mobilitás védelmében fogalmaztuk meg. Köszönjük szépen, Makar! Köszönjük! Nos, hát köszönjük szépen, hogy elmondtátok. Szerintem nagyon informatív volt mindenkinek, és adott egy alap hangulatot ahhoz, hogy most elkezdjünk beszélni azokról a pontokról, amik még nem fogalmazottak meg, azokról a... Van egy hozzászólás. Bekapcsoljuk, de nem én fogom. Tehát, hogy most kezdődik el a fórumnak az igazi kommunikációs funkciója, hogy megmutatjuk azokat a témaköröket, amiket mi pont megfogalmazására érdemesnek találtunk. Innentől kezdve a moderáció alatt megkérlek benneteket, hogy ne tapsoljatok, mert zavarjátok a hozzászólásokat, és időt veszel. De a beszélgetéshez mondjuk azért hangulatban jó volt. Két ponton ki fogunk moderátorokat választani, hogy mi se és ti se fáradjatok el. És hát akkor kezdjünk is neki szerintem. Bár most mondasz előtt valami összefoglalót, vagy csak kezdjünk el végigmenni a javaslatokon? Jó, akkor egy összefoglalót először hallunk erről. Jó, sziasztok, Tóth Bernabás vagyok, és volt egy munkacsoportunk itt a pesti szervezkedőknek, hogy olyan javaslatokat dolgozzunk ki, olyan középiskolás követeléseket, amik mindenki számára elfogadhatóak és a közös követeléseink lehetnének. Ezeket fogjuk most már sorban ismertetni, és azt szeretnénk, hogy ezeket megvitassuk, tehát elmondjuk a konkrét pontjavaslatot, azt, hogy ezt miért adjuk fontosnak, utána várjuk a hozzászólásaitokat, javaslataitokat, ellenvéleményeteket, és utána jussunk valamilyen konkrét követelésekre. Ennyi. Nos, hát akkor én el is kezdtem az első két ponttal. Felolvasom a követelést, az eddig megfogalmazott követelést, amiből bele lehet szépen kötni, és várom azt, aki ezzel foglalkozik. Az első, hogy követeljük a felsőoktatás átfogó reformját. Ki fog erről beszélni? Alpontról fog beszélni, bocsánat. Hát Luca fog erről beszélni, felsőoktatásban történő változásokat felmenő rendszerben vezessünk be. Köszönöm, sziasztok! Szóval minden diák, mikor fakultációt választ, ugye 10-es vagy 5 éves képzés esetén 11-es korában a képességeit és az erejét figyelembe véve elkezdi a felkészülést a felsőoktatásba való belépésre. Ilyenkorra, ha eddig még nem is, már kialakul egy jövőkép és körvonalazódik egy terv az elérésére. Ezek után a tanulók évek munkájával elkezdik megvalósítani az elképzeléseiket. A kormány ezt a hosszú ideig tartó, megtervezett munkát és tanulást dobja sútba, amikor úgy változtatja meg a felvételi eljárást, hogy az eljárás az abban az évben végző diákokat is érinti. Egy olyan fiatal, aki évekig például a jogi vagy az andragógiai karra készül, és úgy választott fakultációt, hogy változtasson hirtelen és menjen mérnöknek. Mi nem az oktatási reform ellen vagyunk, hanem egy jól átgondolt és szakmaiak megtervezett oktatási reform mellett, ami nem teszi semmis és sokért megfeszített munkáját. Azt szeretnénk elérni, hogy a kormány csak úgy vezethessen be változtatásokat a felvételi rendszerben, hogy azok legkorábban csak a 2 év múlva érettségizőket érintsék. Nos, hát akkor meghallgattuk, hogy miről is lenne szó. Szeretnénk javaslatokat és hozzászólásokat ehhez a témához, akár konkrét mondatot, hogy hogyan fogalmazzuk ezt meg, mit szeretnénk a kormánytól. Igen, ott van egy. És akkor következő lesz a rendszer, én megkérek valakit. Köszönöm szépen, Dávid. És akkor menjük el a mikrofon, és akkor így könnyebb a kommunikáció. Alul legyen vízi, és azt köszönöm. Jó, tehát nem szeretném ismételni önmagamat, de azt hiszem, hogy a
mi egyik pontunk nagyon egybevág ezzel, és ezért tulajdonképpen egy szövegszerű javaslatot tennénk akkor erre, miszerint a felsőoktatásban történő változásokat felmenő rendszerben kell bevezetni. A diákoknak törvényben foglalt joga legyen, hogy középiskolába kerülésükkor ismerhessék a majdani felsőfokú képzésükre vonatkozó feltételeket. Ez egy konkrét javaslat volt, tehát szavazzunk róla. Máté? Máténak kérünk szépen egy... Jaj, Dávid, hát nem mindegy. Bocs, lassú vagyok. Én csak annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy talán ez pontnak nekem egy kicsit sok, tehát feldolgozhatatlan. Szerintem jó lenne, ha lerövidítenénk mondjuk valami olyasmire, hogy a felsőoktatásban történő változásokat felmenő rendszerben vezessék be, vagy valami ilyesmi, mert ez nekem nagyon sok lenne. Jó, és akkor jön két reakció. Szia! Szóval azért így fogalmaztuk meg, ilyen idézőjelben hosszan, mert azt szeretnék, hogy ezekben a pontokban ne lehessen belekötni. Azt szeretnék, hogy ezek korrekt és teljesen pontos megfogalmazású pontok, mert egy mondat az nem lehet megfogalmazni egész egyszer. Úgyhogy, ha mi komolynak akarunk tűnni és komoly eredményeket akarunk ezekkel a pontokkal elérni, esetleg tárgyalási alapnak használjuk, ahhoz ezeknek a pontoknak igenis ki kell lennünk dolgozva. Tehát ez egyébként nem hosszú pont, mert ez két mondat. És mégis ez a precízebb megfogalmazás érdekében, hogy ez mindenki számára világos legyen. Ennyi. A hozzászólások sorrendje itt, aztán ott, és végül mellett. Köszönöm, ezt csak annyit fűznék hozzá, hogyha Máté szerint ugye ez hosszú egy pontnak, Hanga pedig, ahogy mondta, ez így mindent benne kell, hogy foglalja. Én azt mondom, hogy akkor ez lehetne két pont. Le lehetne bontani két pontra. Várjátok, azért van egy-két radikális ellenvélemény, ami elsőséget élvez, szóval radikális ellenvéleményt szeretnénk hallgatni. Ott van egy. Akkor ott onnan szeretnék. Nem látlak így benneteket, nem jó. Jó. Szóval én azt gondolom, hogy példaként egy kicsit tekinthetnénk az egyetemisták pontjait, az azért volt nagyon jó, mert egy nem volt túl sok pontjuk, tehát mindenhol beolvasható volt, a Facebookon egy posztban látható volt, nem kellett rámenni, hogy bővebben, ezt tudom, ilyen furcsán hangzik, de hogy szerintem kell az, hogy ne legyen túl sok pont, tehát ne csináljunk az 1-ből 8 pontot. 2, tényleg legyen rövid, mert azt kell, hogy ez így szóban forgó legyen folyamatosan, hogy mindenki tudjon róla, szinte már tudjuk kívülről az egyetemisták pontjait. Pont azért, mert annyiszor hallottuk, annyiszor olvastuk, és már nem túl hosszúak. Szóval szerintem valahogy úgy kéne röviden megfogalmazni, hogy persze ne lehessen belekötni, de hogy ne legyen 13 meg 22 pontunk, ne csináljunk mindenből túl sokat, mert akkor nem fogják mindenhol beolvasni, nem szól majd minden erről. Tehát legyen kicsit kevesebb és lényegre törő. Röviden annyit szeretnék elmondani, hogy azért találjuk, tehát a 6 pont az decemberben nagyon alkalmas volt arra, amit akkor szerettünk volna elérni. De azt szeretném tisztázni, vagy legalábbis elmondani magam részéről, hogy most a 6 pont alapján tárgyalnak. Látjuk, hogy mennyire belemagyarázható, tehát mennyire el lehet azt hitetni a közvéleménnyel, hogy a 6 pont közül sok minden teljesül, mert a 6 pont nagyon sok olyan intézkedést tartalmaz, ami ideiglenesre vonatkozik. Nem azt akarjuk hosszú távon, hogy a 2011-es rend álljon vissza, reformot akarunk. A 2011-es az a tárgyalások idejére vonatkozik, és a 6 pont sok ilyet tartalmaz. Most
pontjai, vannak a pécsi pontok, vannak a hallgatói hálózatos pontok, már mindenkinek pontjai vannak, nekünk nem kellenek pontok, mert már mindenkinek vannak. Hanem én azt szeretném mondani, hogy már megvannak a pontok, úgy szintén megint vannak mindenhol pontok, de én azt szeretném mondani, hogy ezek a követelések mindenki követelései. Ezek a közös céljaink, nem kell azt újra megfogalmazni háromszor. Egyszerűen azt kell megnézni, hogy a mi időrendi sorrendben ezek a pontok, ahogy születtek, mik azok, amit esetleg ki kellene emelni, szerintem nem szükséges átfogalmazni, mert közösek az érdekénk, és talán ez egy pont egy öngól lehet. Folyamatosan újrafogalmazzuk rajta, a lényege ugyanaz. Tehát szerintem ebben nem kellene külön munkát fektetni, mert ezek már létrejöttek, tehát a céljaink nem változtak, úgyhogy ez egy kis munka spórolás lehetne, de ez az én véleményem. Köszönöm. Mondhatom? Bocsánat. Na, én ezt csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy én is egyetértek abban, hogy nem kell annyi pont, meg nem kell ebbe energiát fektetni ilyen pillanatban, mert tényleg vannak pontok, viszont van rengeteg olyan terület, amit még nem érintettünk az eddigi pontokkal, és ezekkel, a mostani pontokkal, igen, tehát ezek a pontok majd fognak jönni, és ezeket mi is dolgoztuk ezekre, és ezekről szeretnék beszélni. Igazából csak ennyi, hogy kellenek még szerintem pont javaslatok ennyi. Lényegében, bocs, most... Még ne haragudj, akkor én felszólítom téged, és innentől kezdve, hogy mikrofont kap, ne kezdene automatikusan beszélni, mert csúszik az egész moderátor. Köszönöm. Szóval lényegében én is ezt akartam mondani, hogy mi ezeket először pontokban fogalmaztuk meg, és a legelső pontunk az volt, hogy az egyetemisták pontjait elfogadjuk. Mert ugyan az egyetemisták nagyon fontos kérdéseket vettek fel, de mi azért akarunk külön hálót létrehozni, mert nem csak a egyetemek reformjába akarunk beleszólni, hanem pillanatnyilag csomó minden történik a közoktatásban, a középiskolákban, amit az egyetemek nem érintenek, hiszen nem az ő problémájuk, ilyen akár a tankönyv vagy az államosítás. Szóval ez nem lesz benne az egyetemiek pontjában, de nekünk lehet, hogy fontos lenne megfogalmazni. Gyorsítsuk, hogy szerintem erről az első pont, a felmenő rendszerről szerintem szavazhatnánk, mert ez most egy általános vita, ami kezd kibontakozni, és én a magam részéről hajlandó vagyok kompromisszumot kötni a rövidebb változat mellett, hogyha erről tovább tudunk lépni, mert szerintem itt az alapokról megegyezünk. Én annyit szeretnék ezt az egészhez hozzátenni, hogy abban egyetértek, hogy ne az első pontnál akadjunk le semmiféleképpen. Szerintem, hogyha rövidebben meg tudjuk fogalmazni, akkor tegyük ezt, ha nem, akkor fejtsük ki. A felmenő rendszerhez meg annyit szeretnék hozzátenni, hogy mindenféleképpen benne kell foglaltatni a szövegben, hogy ezt a felmenő rendszert mi hogy gondoljuk, mert eddig is így működik, hogy felmenő rendszer, de akkor tegyük bele, hogy két évvel érettségi előtt legyen ez. Szerintem a kompromisszum érdekében mi lenne, hogyha azt csinálnánk, hogy fogalmaznánk egy rövid pontot, és ezt ki utána egy ilyen, nem tudom, ilyen melléfűzésként, nem mondom, hogy kisbetűs részben, de kifejtenénk azt, hogy ezt pontosan hogyan gondoljuk. És akkor így egyértelműen rövid is lenne a dolog, és meg is lenne az, hogy pontosan mit szeretnénk. Tehát, hogy rövid pontokat fogalmazunk meg, és kifejtjük külön dokumentumban, vagy ezt teljesen elvetjük. Ez a két variációt
van. Erről az előbb nem érkezett a radikális ellenvélemény, szabad érkezik. Bocsánat, tényleg nem időhúzásból, de az előbb az merült föl, hogy az első pontról, a felmenőrendszeres pontról szavazzunk, hogy az legyen rövidebb, vagy ne. Tehát nem általánosan. Szóval az egyik az az, hogy legyen itt egy nagyon annyit rövid, amit mi is megfogalmaztunk, és amit a Máté is mondott. Ez az első javaslat. A második az, hogy legyen ez hosszabban kifejtve a pécsiek alapján. A harmadik pedig az, hogy legyen egy ilyen rövid pont, és utána legyen egy mellé szövegben legyen ennek egy kifejtése. A három közül szavazzuk meg, hogy melyik jó nekünk, nem? Szóval, hogy az azon, hogy nekünk, mint
pontok lehetnek. Tehát ez két pontot jelent, a pécsiek pontján természetesen azt be lehet vonni, mert hogy ők egy átfogó pontokat alkottak, de az 13 pont az irány, tehát szerintem egyszerűen, ha van egy hallgatói pont, meg egy középiskolai pont. Én annyit tűznék el hozzá, hogy szerintem a közös pontokat dolgozunk ki, akkor nem az a lényeg, hogy szó szerint, tehát ők a Pécsi, a mi általunk kidolgozott pontokat, mert nem is ezt a munkacsoportot létrehozni azért, mert szerintem ezért vagyunk itt, hogy eldöntsük, hogy mi az, amit mi tartunk fontosnak, és erről döntsük. Hát most, hogyha oké, elmegy egy munkacsoport, aki megfogalmazza a pontokat, akkor hányan van itt. Tehát én ezért azt gondolnám fontosnak, hogy akkor ezt most együtt eldöntsük, ami szerintem már eddig kiderült, hogy akkor egy rövid pont, és aztán egy kifejtés. Most majd akkor el kell kezdeni a pontokat. Tulajdonképpen az lenne egy kérdés is, kérdésem is lenne, hogy azért vagyunk itt, hogy egy pont vagy a pontokat végig beszélünk, és aztán végig. Szerintem pont azért jól mondtam a csoport, mert ott kidolgozunk, összetésüljük a két pontokat akár, nekik vagy újakat fogalmaznak meg, tök mindegy. Megvan a kész munkánk, majd lehozzák, felolvassák, és el lehet dönteni, hogy ez nekünk tetszik. És lehet más problémát is foglalkozni. Jó, jelen pillanatban arra vitatkozunk, hogy munkacsoportban fűrjük-e ki a pontokat, hogy munkacsoporton kívül, de közténk foglalkozunk el. Szerintem, igen? Én még csak annyit fűzik ez az egy, szerintem azért lenne fontos, hogyha nem az egy olyan munkacsoport. Nem, ne haragudj, végig mondom ezt, és utána elmondtad a véleményedet. Tehát azt kéne akkor most eldönteni, hogyha jól értem, hogy a teljes plénum foglalkozzon-e a jelenlegi pontoknak a kiválogatásával, vagy egy munkacsoport foglalkozzon ezzel. De mivel erről szavaztunk, ezért nem értem, mi a kérdés. De akkor felteszem még egyszer, munkacsoport. Föltette mindenki a kezét. Nem kell megszámolni, mindenki fölteszi a kezét. Jó, akkor szavazunk újra, hogy alakuljon-e munkacsoport, vagy nem. Ki a megszámolni az összes kezet? Van egy radikális ellenvélemény, lehet, hogy nem kell mutatnak. Én annyit szeretném elmondani, hogy én a pontkidolgozós munkacsoportban vagyok, és mi ezeket a pontjavaslatokat, a pécsieket átfésülve írtuk meg, és azért hoztuk el ma ide, hogy beszéljünk róla, és fogadjátok el, hogyha nyilván látjátok, és tehát, hogy már nem van a munkacsoport, és nem értem, hogy most miért csináljuk, amikor csak el kéne átérjük a beszélni, és ennyi. Jó. Akkor szavazzunk most. Ennek fényében ki szeretné, hogy munkacsoport alapuljon erre a feladatra, aki elvonulva a összefésülő az eddigi pontoknak azt a tartalmát, amely a közoktatásra vonatkozik. Kezeket föl. Szavazunk, mindenki tudja? Jó. Oké. Rendben, megszavaztuk, hogy kevesebben vagyunk, teljesen jó. Az öt megszámolt, hogy kevesebben vagyunk. Kinek van radikális ellenvélemény? Tanulj csak meg légy. De most mire van radikális ellenvélemény? Átadom a moderátort. Köszönöm.
Jó, akkor a következő pontunk 6. De akkor aki vállalja a következő pontot, az ő sárját. Látjátok, hogy én a keretszámok témáját választottam. Hát 2012-ben 140 ezerről 109 ezerre, azaz harmadával redukálta a kormány a felsőoktatásba jelentkezők létszámát egyáltalán az intézkedéseivel. Hát tavaly decemberben további megszorításokról kaptunk hírt, és a tiltakozások eredményeképp hát kapkodva módosítottak a törvényjavaslaton. Most éppen úgy áll a helyzet, hogy 240 pontra az mindenkinek van lehetősége a felsőoktatásban állami helyen tanulni. Az egyetemek kapacitásának függvényében persze, de és az ígéretek szerint azon a bizonyos 16 szakon is lesz majd állami hely. De hát ezzel az a probléma, hogy nincsen törvénybe juttatva, nem tudunk semmit sem a költségvetésről, ami alapján finanszíroznák ezt, és csak elvonásokról lehet hallani. Tehát nem tudjuk igazából, hogy most akkor egy újabb kis kommunikációs csükről van szó, vagy valódi kedvezményről, engedményről. Tehát ezért követeljük azt, hogy állítsák vissza a keretszámokat a 2011-es szintre. Légy szépen, próbáljuk végig hallgatni egymást, és csak úgy beszéljük, hogyha hozzáfűzés van, jó? Köszi. Tehát akkor elmondom még egyszer az utolsó mondatot. Ezért követeljük azt, hogy a keretszámokat állítsák vissza legalább a 2011-es szintre. Jó, akkor várjuk a hozzászólásokat, ha is van. Mit? Az lenne a hozzászólásom, a mondat második felével 100%-ig egyetértek, az állami helyett minden szakra. A keretszámok visszaállítását a 2011-es szintre szerintem jelen helyzetben, amikor történnek az újabb és újabb ilyen teljesen megalapozatlan változtatások és ígérgetések, szerintem ez nem feltétlenül egy erős követelés, ez volna nagyon könnyen ki lehet bújni. Szerintem attól, hogy már ismerjük a kormányt, ne adjuk alá. Szóval, mármint a követeléseinket ne adjuk alá, csak azért, mert azt gondoljuk, hogy hát eddig úgy tűnt, hogy nem voltak annyira nyitottak erre. Úgyhogy szerintem nem kell azért kevesebbeknek tovább tanulni, mert úgy tűnt, hogy az egyetemisták ezt nem tudták egyelőre átnyomni. Van kapcsolva, akkor igazából csak egy ilyen technikai dolog, hogy ne használjuk azt az okokeretszám, ami belegleg az nincs. Tehát, hogy állami helyek számát vagy valami, mert ez nagyon könnyű tényleg azt mondani, hogy keretszám az nem is lesz. Én azt gondolom, hogy ti most azt mondtátok el, hogy azért nem jó, hogyha azt mondjuk, hogy keretszámokat, mert hogy ezzel ki lehet bújni. Tehát lehet, hogy ha mondjuk hozzáadnak annyit, hogy ehhez biztosítsák a pénzügyi hátteret, akkor már azt gondolhatjuk, hogy nem lehet belekötni ebbe a fontba. Ez így nem hangzik jobban, hogyha a pénzügyi hátteret is kérjük hozzá rögtön ebben a fontban. Tehát, hogy akkor úgy, hogy állítsák vissza legalább a 2011-es szintre, és biztosítsák ehhez a pénzügyi hátteret. Tehát akkor most egy olyan módosítás történt egy javaslat, hogy a felsőoktatásban nem, a keretszámokat állítsák vissza a 2011-es szintre, és a pénzügyi hátteret biztosítsák. Ezt megszavazzuk, hogy ez a pont jó lesz-e, így második pontnak? Jó, akkor aki egyetért, azt
jelezze. Feltartott kéz. Jó, akinek radikális elleménye van, az vagy nem ért egyet, az is most iratkozhat. Itt van. Csak azt szeretném radikálisan kérdezni, hogy mi lesz a pont, azt majd beszéljük meg, és mi lesz alatt a kifejtésük. A pont javaslat, azt most az előbb elmondtam, de akkor megismétlem, hogy a keretszámokat állítsák vissza legalább a 2011-es szintre, és a pénzügyi hátteret biztosítsák. A kifejtés az... Ez nem hiszem, hogy most így nagyon szükséges, illetve már van egy... Mondom el. Hát nekem csak az a kérdés, hogy az állami hiány minden szakra, az akkor legyen benne? Nem, a helyet legyen a pénzügyi. Az állami helyek már vannak mindenhol, most már. Tehát akkor ki ért egyet ezzel a ponttal úgy, ahogy átfogalmaztuk? És ki nem ért el egyet? Na, akkor azt elfogadtuk. A következő tanulmányozóként állítsák vissza 18 éven. Szóval ugye ez már egy közoktatásról szóló pont. A tankötelezettség 16 éves korra történő leszállítása ellenmondásban van Orbán Viktor miniszterelnök úr nyilatkozatával, melyben Széchenyit idézve azt mondja, Magyarország felemelkedése a kiművelt embertek sokaságában rejlik. A tankötelezettség csökkentése mellett azzal érve a kormány, hogy az inkább dolgozni kívánó diákok bekerülnek a munka világába. Csak hogy ezek a diákok nem tudják sem a szakmájukat kitanulni, sem az alapvető általános műveltséget elsajátítani 2 év alatt. Ha Magyarországon gyengén képzett fiatalok kerülnek ki az iskolából, csak az így is plafontverdeső munkanélküliség nő. Az Európai Unióval közösen megalkotott EU 2020 stratégia, amelynek célja, hogy az EU-ban a tanulás korán abba hagyó aránya 10% arányra csökkenjen, így biztosan nem tartható. A kormány olyan ország felé vezet minket, amelyben a fiatalok jelentős része képzetlen munkanélküli lesz. Tehát akkor a konkrét mondat így hangzik, a tankötelezettséget állítsák vissza 18 évre. Várjuk a hozzászólásokat, ha vannak. Radikális ellenvélemény, akkor meg szavazzunk róla. Tehát ki szerint jó ez a pont így, és elfogadható? Csak a szövegben egy apró, hogy ne 18 évre, hanem 18 éves korig, mert 18 év az nem pontos, hogy 18 éves korig állítsák, hiszen valami ilyesmit, tehát hogy... Jó, a stilisztikára most nem menjünk, tehát jó, köszönjük. Jó, csak hogy mondom, hogy ez így nem így pontos. Én csak a kifejtésbe kötnék bele, szerintem kicsit... Szóval szerintem kicsit pontosabbnak kéne lennie, meg mélyebbre mennie, de nem tudom, hogy ezt mikor fogjuk megbeszélni a kifejtést. Hogy a kifejtésről mikor fogunk beszélni? A pontoknak a kifejtéséről? Nem figyelni. Én annyit szeretnék javasolni gyakorlatilag az egész fórumnak, hogy mit szólnátok ahhoz, hogyha létrejönne egy Facebook oldal, ahol ezeket a pontokat szépen összegyűjtjük és kifejtjük, és ott mindenki szépen meg tudja fogalmazni konkrétan az ellenvetéseit, meg hozzászólásokat. Jelen pillanatban ezt nem látom, hogy mennyire, tehát témakörökről tudnánk most beszélni, ezekről a felvetésekről, amik alapvető problémát jelentenek a közoktatásban, és onnantól kezdődőleg tudnánk pontokat megfogalmazni, és tudnánk a pécsiek pontjaival, és az általunk megfogalmazott pontokkal foglalkozni majd a Facebook keretein belül. Ehhez mit szóltak? Nem tudom, hogy szóval, van itt egy javaslatunk, szerintem ezeket beszéljük végig, fogadjuk el ezeket a rövid mondatokat, vagy egy kicsit változtassunk rajta, vagy ne fogadjuk el őket, mint
alapvető követeléseket, és utána, akik ebben a témában különösen érdekeltek és szeretnének hozzászólni, azok összegyűlnek és megbeszélnek hozzá egy kifejtést. Ez így jó? Nekem csak az lenne a javaslatom, hogy itt az elején egy nagyon fontos momentum volt a fórum, még pedig az, hogy megszavaztuk, hogy országos együttműködést csinálunk. És szerintem mondjuk így most ennek a fórumnak az van a lényeg, hogy megbeszéljük, hogy ez az országos együttműködés az is hogy fog kinézni, mit akarunk vele elérni, és hogy fogjuk ezt az egészet megszervezni. Tehát szerintem nem a pontlistával kéne most húzni az időt, és itt ülni ilyen kettőig, hanem megbeszélnünk, hogy itt van az országban több szerveződés, és hogy megbeszéljük, hogy mi a célunk ezzel az együttműködés, és egyáltalán lesz-e, mert nagyon jó lenne. Jó, akkor szerintem a további időutás ellen lehet, hogy megszavazzuk ezt a pontot. Az előbb megszavaztuk, nagyon sokan jelentkeztek igennel, szerint nem jó ez így a pont, illetve átírva a 2018 évet. Ki szerint nem kell, hogy ez a pontunk legyen. Jó, akkor meg van szavazom. Most folytatjuk a pontok megszavazását, amikor volt egy javaslat, amit nem szavaztunk meg, hogy ne a pontok alapján. Jó, csak ez arra vonatkozott, de mindegy, jó. Hogy a 18 évre, amelyet látjuk, az 18 éves korig, akkor? Jó, akkor szavazás arról, hogy túllépjünk-e a pontokon, és helyette és beszéljünk arról, hogy szeretnénk-e egyáltalán még országosan együttműködni. Jó, akkor javasoljuk. Bocsánat, ha mi lenne, hogy akkor szétülnénk két csoportra, az egyik, amit szeretnénk a szervezet alapításra, a másik csoport pedig a pontokra lesz. Mert akkor itt egyszerűen hatékonyan haladunk, és jutunk valamire. Hogy aki mindkettőben benne akar lenni a munkacsoportban, annyi a 13 vagy a pontokkal foglalkozni, és aki a kooperációban foglalkozni, az mit csináljon, posztuljon, vagy szaporodjon valaki mással esetleg. Hogy legyen ezt beszélni, hogy szavazunk erről, tegyünk javaslatot. Szaporodás, benne van mindenki. De én azt gondolom, hogy nem szabad ketté osztani és szétforgácsolódni, és akkor nem tudjuk, hogy a másik oldalon mi van. Egy kis türelmet tanácsolnék mindenkinek, ez az egyetemistáknál is, mikor elindultak ezek a fórumokat, elég mindig lassabban mennek nehezebben, de begyorsul. Jó? Hát próbáljátok, aki vezeti, a próbál jobban fókuszálni, és be fogja gyorsulni. Jó, szerintem türelem az. Ezt el lehet menteni, hogy melyik területtel foglalkozunk előbb. Jó, akkor ismét visszatérünk a pontokra, és...
opció van. Egy, a pontokat nem most beszéljük, mert megbeszéljük majd a Facebookon, és beszéljük a közösségekről. Hát végül is ez az igen vagy nem a két javaslat, mégis nem nagyon csúnyán fogalmaztam, hogy ne haragudjatok. Szóval még egyszer. Figyelem, figyelem, tudom, hogy nagyon nehéz, tudom, hogy nagyon feszült, de bármi demokrácia nem egyszerű folyamat. Tehát, az a alap, hogy megbeszéljük a pontokat Facebookon, most nem foglalkozunk vele, beszéljük arról, hogy egy közösséget, egy középiskolai közösséget hozunk létre. Ez igen vagy nem, ez a szavazás kérdése, van-e radikális ellenvélemény, vagy olyan hozzászólás, ami módosíthatja a szavazás kimenetelét. Sziasztok! Csak szeretném értelmezni, hogy szerintem most mi történik, és hát az segít abban eldönteni, hogy haladjon tovább. Amikor elkezdődött ez a fórum, akkor a 13 pontot felolvasták, és nagy ovációval fogadta mindenki, és akkor, ha jól értem, a 13 pont jött Pécsről. Aztán volt egy munkacsoport, ami főleg budapesti volt, amelyik meg ezt a dokumentumot hozta létre, a hozzátartozó kifejtésekkel, jól mondom? Na, és hogy valószínűleg ezek eléggé pedig is egymás, nem a 13 pont, és ez elég sok közös elemmel rendelkezik. Aztán elfogadtuk azt, hogy legyen egy rövid pont követelésünk, tehát hogy legyenek rövid, egymondatos megfogalmazások, és annak legyenek kifejtései. Nem biztos, hogy ez pontosan így fedi egymást, de hogy lehet, hogy ezek a rövidebb pontok és a 13 pont kombinálásával ez pont létre is jönne. Ezért nem volt rossz ötlet szerintem, vagy hogy ezért lehetett volna akár ez sem, hogy valahogy ezeket tényleg összefésünk, mert akkor végül is mindenki, aki dolgozott ezen és sokat gondolkodott, hogy mi is lehetne az, ami most a középiskolásoknak az érdekei és fontos számukra, akkor az így összeboronálódik. Én azért gondolnám, hogy ez a munkacsoport dolog, ez most összeszavaz, sokat szavaztunk róla, de hogy mivel mindig van ez a két anyagotok, amivel tényleg kéne valamit kezdeni, és azt szerintem eléggé ilyen jó volna, hogyha ezeknek legalábbis lehet, hogy tényleg csak ilyen rövid megfogalmazást meg, és aztán a kifejtésekkel lehet később is végigutázni, de hogy végül is lehetne ennek a fórumnak az egy ilyen végeredménye, hogy ezeket elfogadjátok. És amellett viszont nagyon fontos ez a másik javaslat is, mert szerintem a Facebook, az viszont kapcsolattartás lenne nagyon jó nektek, hogy ezután, amikor még van ennek a fórumnak, utána is tudjátok beszélgetni, utána is tudjátok egymáshoz kapcsolódni. Úgyhogy szerintem ez a kettő egy párhuzamosan ismert, nem? Köszönjük szépen, Máté! Nekem van egy olyan ötletem vagy javaslatom, hogy akkor most mindenek előtt foglalkozunk azzal, hogy milyen néven, vagy mit szeretnénk csinálni, tehát elhatározok azt, hogy mi az, és utána menjen előadásra, hogy itt a pont, ezt dolgoztuk ki munkacsoportban, és mit gondoltok róla, mert azzal nem lehet mit csinálni. Szerintem sokkal több értelme lenne, hogyha témakörüket vetnénk fel, nem konkrét kifejtéseket gondolnánk, hanem mert mondjuk volt egy jó ötlet, volt egy olyan pont is, hogy a tanfelezettséget állítsák vissza 18 évre, hogy nem ezt így feldobni, hanem feldobni például annyit, hogy tankötelezettség, és akkor ki mit gondol erről, és újabb akár témák, a témakörüket felvetni, és erről beszélni. De ez előtt inkább szerintem csináljunk egy ilyen közös fórumot, vagy ami valamilyen nevesíthető dolgot, hogy legalább annyi eredménye legyen. Jó, akkor összefoglalom, hogy mit mondod, mi hangzott el eddig. Az a kérdés, suhaj, hozzászólás, hogy most a pontokat picit jegeljük, mert kicsit elbújjázottak a dolgok, inkább foglalkozzunk a magával, a szervezettel, hogy annak mi lesz a neve, hogy ezt hogyan fogjuk felépíteni, és a többi, és a többi, és a többi. Van egy radikális ellenvélemény. Én csak annyit szeretnék mondani, hogyha egy problémával ütközünk, akkor azt megkerüljük magad egy másikkal, és miért akarunk mi már egy nagy szervezetet létrehozni, hogyha annyiban nem tudunk megegyezni, hogy mik az alapvető elvek, amikre támaszkodunk, és mik a követelések. Tehát addig mi ne hozzunk létre semmit, amíg nem tudjuk, hogy miért harcolunk, és pontosan mi az, amit szeretnénk. Jó, van egy újabb javaslatok, lehet, hogy segít. Én azt mondom, sziasztok, hogy munkacsoport az álljon fel ezeknek a kérdéseknek a tárgyalására. Miért? Hát, ja, én elkéstem. Jó, akkor mindegy, akkor valahogy megoldjátok. Jó, radikális ellenvélemény van. Én az előző, hogy szeretnék a szavazzunk be, döntsük, hogy mi az alapjának, és aztán akkor meg. Ez pontosan megoldítva, tehát először is meg kell alakulunk, és meg kell eltelni, hogy együtt vagyunk, és utána megbeszéltük azt is, hogy mik nekünk a kölcseink és mik a követeléseik, miután eldöntöttük, hogy egyáltalán meg akarjuk ezt alakítani, és ezzel tovább akarunk dolgozni hosszú távon.
az előttem szólónak egy részt akartam elmondani, de hozzátenni azt, hogy hogyha előtt a pontokról, és aztán szint létre a szerepszítők, akkor ez csak egy szervezetet csoportosulás, akkor ez nagyon egy ilyen akciócsoport lenne. Tehát mi most nem csak egy az egy konkrét pontvisel, és akkor azzal ütjük majd a minisztérium ajtaját majd, hanem inkább létrehozunk egy keretet, amelynek most épp aktuál ezek az elképzelései. Tehát ezek egy nagy előbb a keretet hozzuk létre, és aztán most konkrétizálunk az épp aktuál helyzetre való minisztérium. Szavazunk arról, hogy most a szervezet megalakulásával foglalkoztunk inkább, és később az alapelveinkkel és pontjainkkal. Ki az, aki ezzel egyetért? Megszámoljuk? Mert akkor most vagy ezt megszámoljuk meg, de szerintem elég egyetlen a többség. Jó, tehát megszavaztuk. Innentől kezdve a következő témánk a szervezet felépítése és megalakulása, és a többi, és a többi. Rendben. Ennek szellemben forgatjuk tovább a hozzászólásokat. Várjuk a hozzászólásokat, valami alapvetést, vagy én mondjak valami okosat. Jó, akkor Máté. Máté és Pene, te jössz. Szerintem egy ilyen csoportosulásnak az lenne a legfontosabb célja, amit szerintem mi célul tűzhetünk ki, hogy létrehozni egy olyan ilyen fórum, nem feltétlenül ilyen fórumot, hanem akár egy ilyen virtuális Facebook fórumot, vagy stb. Ahol mindenki be tudja adni a saját ötletét, tehát tényleg egyfajta platformot, hogy teret nyitni az érdeklődőknek, hogy kifejthessék véleményeket, és aztán ő aktivizálva a többieket, egyfajta közösséget létrehozni, tehát szerintem az lenne egy az irányára. Következő közdelszólás. Köszönöm. Mátéval teljesen egyetértve szeretném annyival kiegészíteni, hogy szerintem azt is fontos lenne eldöntenünk, hogy országosan milyen társadalmi csoportokkal, szervezetünkkel kíván együttműködni, és kivel egyeznek az érdekeink. Rendben, ez egy javaslat volt, valami előtte. Szerintem ez a nehéz Facebookon bármit is eldönteni, de nagyon jó, hogy meg kell csinálni a csoportot, a baj egyetértek, csak ne higgyük azt, hogy ott mindent el tudunk dönteni, mert mi tudjuk, a Facebookon lesz millió hozzászólás, viszont azt mindenképpen el lehetne érni Facebookon, hogy hogyha itt például megpróbálunk minden gimnáziumot, szóval úgy, ahogy a Pécsiek csinálták, milyen sejtet nevezte, tehát hogy minden gimnáziumban érjünk el valakit, meg minden szakközépiskolában dolgozunk együtt, őket vegyük be a Facebook csoportba, csatlakozom minél több ember, de hogy mindenképpen kell majd a Facebook csoportnak is valami koordinálás, mert hogy az úgy nem fog menni, hogyha mindenki ott ömleszti a gondolatait, és senki nem tudja kiportálni. Rendben, következő hozzászólás. Igen, én is ezt csináltam, és most van egy csoport, amiben vannak 24-en, aktív tagok 3. És azt hiszem, ezzel elmondtam minden, tehát egy olyan, tehát vidéken pontosan ez a probléma, hogy ami Pesten nagyon jól működik, mert itt elfogadottak minden. Például az egyik vasútvonal, tehát így elfogadjuk az egyetlen, és akkor körülbelül mindenki hüvelyes lesznek, ami egyébként nem probléma. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy hatékonyabb eszközökkel lenni kéne, te gondolatok például egy reklám, vagy egy film, ami tulajdonképpen alapjában mind összehoz az embereket, mert nem egy emberes mondta egy filmet összehozni. Sőt, kellenek vele szereplők, kellenek irányítók, kellenek ötletgazdák, ami alapjában már 10-15 embert is megmozdnak. És ezek a filmek olyan filmek lennek, amik mindenki érdeklődését tárgyát, egészen ismerősök vannak benne, az ismerősök megosztják. És azt hiszem, ez